Egykori szülőhelyükön, a budai várban gyűjtötték össze újra azokat a kódexeket, amelyek annak idején az itteni műhelyben készültek Mátyás király világhírű Korvina könyvtára számára. A szenzációs kiállítás nem csak az itthon maradt kincseket vonultatja fel. Párizsból, Lipcséből, Torinóból, sőt egyenesen a vatikáni könyvtárból is érkeztek különleges darabok erre az alkalomra. Kiállításunk egy nagyszabású, átfogó Korvina kiállítás, talán csak az 1990-es nagy Korvina kiállítás fogható hozzá. Együtt megtekinthető 50 darab Korvina Magyarországon őrzött 53-ból, és emellett még 15 külföldi csodálatos díszkódex is érkezett a kiállításra. Azért jöttek külföldről is különleges darabok, és nem csak Korvinák, mert a kiállításunk amellett, hogy egy átfogó képet kíván adni a Korvina könyvtárról, ezúttal tematikus, a budai műhelyre koncentrál. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mi történt itt Budán, és miként bővítették, fejlesztették, szépítették Mátyás könyvtárát itt helyben. Azt általában tudja nagy közönség, hogy Mátyás pompás, reneszánsz, humanista könyvtára itáliai kódexekből, tehát Itáliában rendelt kódexekből állt, főként firenzei műhelyek készítették ezt a királynak, azonban az kevésbé köztudott, hogy egy hasonló szintű, erőteljesen itáliai jellegű műhely működött Budán is. A budai könyvtár, a Korvina könyvtár és vele együtt a műhely is egy különleges jelenség volt a maga korában, ugyanis nem szabad elfelejtenünk, hogy Mátyás könyvtára az első humanista reneszánsz fejedelmi könyvtár volt Itálián kívül. A könyvtár tartalma követte a korabeli humanista kánont, tehát a humanisták felfogását az irodalomról, a tudás teljességéről. Ennek megfelelően elsősorban antik szerzők, latin és görög szerzők művei alkották. Ezt kiegészítették az egyházatják művei, valamint kortárs szerzők, Mátyáshoz írott vagy Mátyásnak ajánlott, Mátyásról fogalmazott művei. Nagyon érdekes volt ez a kortárs tematika is, meg kell említeni a könyvek között például a híres firenzei filozófus Marsilio Ficino könyveit. Ficinónak nagyon jó kapcsolatai voltak a budai udvarral, és rendszeresen megküldte munkáit Budára. Vagy az építészeti traktátusokat Leon Battista Albertitől, Antonio Averulinótól. Az udvar és az uralkodó érdeklődött egyébként az építészet iránt. Vagy hadtudományi munkákat kell megemlítenünk, asztrológiai műveket. A korszakban nagyon fontos volt, és nagyon érdeklődtek általában az asztrológia iránt, ami akkor még nem vált el a csillagászattól, mint exakt tudománytól. Nagyjából így nézett ki a Korvina könyvtárnak a tartalma, és nem szabad elfeledkeznünk a történeti munkákról sem. Középkorban különösen nagy érdeklődéssel fordultak ebben a korszakban az egyházatják felé is. Szent Jeromos, Aranyszájú Szent János, Nazianzi Szent Gergely, Nagy Szent Vazul művei meg voltak a Korvina könyvtárban. Azt látjuk, hogy szisztematikusan gyűjtötték őket, tehát egy teljes, a hozzáférhető művek összességét megpróbálták megszerezni. Érdekes csoport az egyházatjákon belül is az az irodalom, amely a még Konstantinápoly eleste erőtt a firenzei ferrarai zsinathoz köthető, amely az 1430-as évek végén volt, és a célja az volt, hogy megpróbálják kibékíteni egymással a keleti és a nyugati egyházat, és ebben látták annak az állogát, hogy talán sikerül megállítani az oszmán törököknek az előre nyomulását, tehát megelőzhető talán az 1453-as bizánci bukás, tehát Bizáncot ekkor foglalták el a törökök. Ez természetesen kudarccal végződött, most már tudjuk. De minden esetre van egy csokor ebből az irodalomból, ami megjelenik a magyar könyvkultúrában. Elsősorban Vitéz János, tehát az egyen korábbi Mátyáshoz képest korábbi generáció, tudós generáció, különösen a főpapjaink könyvtárában. És mivel ezeknek a nagy része bekerült a Korvina könyvtárban is, ezért megtaláljuk őket a Korvinába is. Meg kell
említeni a liturgikus kódexeket, amelyek szintén nagyon fontosak, a breviáriumokat, vagy a misekönyveket. A budai műhely nem csak a királynak alkotott, nem csak a királyi könyvtár számára dolgozott, hanem a király környezetében tevékenykedő, az ő adminisztrációjában működő főpapok, akik jelentős jövedelemmel rendelkeztek, hasonlóan pompás díszkódexeket rendeltek meg a műhelyben. Ki kell emelni Kálmáncsehi Domonkos székesfehérvári nagyprépostot, akitől több pompás darabot is ismerünk, tehát fönnmaradtak az évszázadok során. Megemlíteném a nálunk a Budapesten őrzött pompás breviáriumát, egy milánói mesternek a munkáját 1480 körülről. Ez egy páratlan, nagyon szép alkotás, ez megtekinthető a kiállításon, de akár Nagylucsei Orbán pszaltériumát is említhetném, aki szintén Mátyás környezetének egy nagyon fontos tisztségviselője volt, győri püspök, majd egri püspök, akinek a nevezett pszaltériumán például egy egészen különleges stílust is megcsodálhatunk, ami az 1480-as évek végén a budai műhelyben fejlődött ki. A Mátyás graduálé talán közismert, úgy tűnik, hogy ez is a budai udvarnak a terméke, tehát olyan mesterek készítették az 1480-as években, egy németalföldi mester és egy itáliai mester, akik együtt megfordultak itt Budán. Ezt a kódexet a királyi kápolna állománya számára szánták. Még egy kódexet kiemelnék, ami mind tartalmilag, mind küllemileg, tehát művészettörténetileg is nagyon fontos, a Cassianus Corvinát. Ez a bizonyos Cassianus egy késő római, tehát a 4. század végén, 5. század elején élt, hát korai nyugati szerzetes volt, aki néhány évet eltöltött a keleti szerzetesek világában, a sivatagban, a remetékkel. Megfigyelte az életüket, és mindenféle hányattatáson keresztül visszatérve Európába monostorokat alapított, és megírta a tapasztalatait a keleti szerzetesek életéről, ami nagyon nagy hatást gyakorolt a nyugati szerzetességre. A nyugati szerzetesség ennek alapján alakította ki a maga életmódját és a saját belső szabályait. A kódexek használatáról általában az tanúskodik, hogy mennyire piszkosak, tehát hogy mennyire látjuk a használatból eredő zsírfoltokat, a lapozást, és ez a díszkódexek esetében is sokszor megfigyelhető. Nagyon érdekes jelenség, hogy ekkoriban már elkezdődött a könyvnyomtatás. Számos misekönyvet, breviáriumot a 80-as évek második felére, nem beszélve a későbbi évekről, már kiadtak, de ez az átmenet egy olyan, tehát párhuzamos jelenségeket produkált. Ragaszkodtak számos okból a kéziratos darabjaikhoz a főpapok, és bizony használták őket. Vannak bejegyzések, javítások, kiegészítések, hogy bizonyos ünnepekkor milyen liturgiát kell alkalmazni, hogyan kell a szertartást lefolytatni, tehát ezek is árulkodnak a használatról, de persze vannak olyanok, amelyekben ezt nem látjuk, amelyek nagyon tiszták, nagyon szépek, azok valószínűleg, hogy kevésbé voltak használatban. A Corvina Könyvtár Budai Műhelye című kiállítás február 9-ig látogatható az Országos Széchenyi Könyvtárban.